Új pihenőpark, megújul a Szalézi tér és akadálymentesítik a 80 éves templom lépcsőjét. A munkák október végéig tartanak. A legjobb sporthorgász Gerse Karáton ért véget a megyei versenysorozat. Három kategóriában mérték össze ügyességüket a pecások. Aligátor kupa. A felnőtt országos bajnokságra a Pécs, az Újpest és a Honvéd elleni tornán készülnek a szombathelyi vízilabdások. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Uniós támogatással összesen közel 40 millió forintból újul meg a Szalézi tér és akadálymentesítik a templom lépcsőt. A cél az, hogy egy új pihenőparkkal gazdagodjon a város. Tereprendezést végeznek a Szalézi téren. Pihenőparkká alakítják át a Jáki út, Jászi Oszkár utca által határolt területet. Megújulnak a sétányok, füvesítenek és virágokat is ültetnek majd ide. A 4,5 millió forintos beruházás uniós támogatással az Operinti városrészt érintő projekt részeként valósul meg. Van bízom és reménykedem, hogy ennek a városrésznek a rehabilitációjával egy olyan új, gondozott, szép városközpont alakulhat ki itt a Szalézi téren, ami méltó Szombathelyhez, méltó a szalésziakhoz, méltó ehhez az építészeti remekhez. Az idén 80 éves szalézi templom épülete kívülbelül megújult. A rossz állapotú lépcső azonban sok kellemetlenséget okoz az idejáróknak. Hamarosan ez a probléma is megoldódik. A lépcső több helyen omladozik, megsüllyedt, és ezt stabilizálni, sőt akadálymentesíteni tenni, ez lenne a cél, és szerintem esztétikus is lesz. Ez a pár hónapos munka ezt eredményezi, és hiszem, hogy kihat a városra is, az emberekre is. A tervek szerint a lépcsőt elbontják, és a mostani formájának megfelelően újjáépítik. Az elemek gyártása már folyamatban van, a napokban megkezdődnek a bontási munkák is. A 34 millió forintba kerülő beruházással várhatóan október végéig végeznek a szakemberek. Pályázatok benyújtásáról, új szociális szolgáltatásokról és kitüntetési javaslatokról is szavaztak a Város Oktatási Bizottságának ülésén. A legtöbb napirendi pontot egyhangulag támogatták a tagok. Folytatódhat az ovifoci pályák építése a városban. Az ehhez szükséges pályázatok benyújtásának támogatásáról biztosította az intézményeket az Oktatási Bizottság. A Margaréta, a Napsugár, a Szivárvány és a Vadvirág óvoda egyenként 4,5 millió forintos önkormányzati önrészsel tud pályázni a sportlétesítményekre. Elfogadásra javasolták a csütörtöki közgyűlésnek a Jóléti Alapítvány tavalyi beszámolóját is. Beolvadhat a Vízmű SC, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-be, legalábbis ezt a lépést támogatta a bizottság. Ezzel a város sikeres úszósportja, méltó és kiszámítható működtetésének feltételeit kívánják megteremteni. Több intézmény alapító okiratának módosításáról voksoltak a bizottsági tagok. Az Agora dokumentumát egy megváltozott törvényhez kell hozzáigazítani, míg a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatét egy benyújtandó pályázat miatt kell kibővíteni. Mindkettőt támogatták. Utóbbi szervezetnél 19 fős létszámbővítésre is szükség van egy új szolgáltatás bevezetése miatt, ezt szintén egyhangulag megszavazták. A Pálos Károly Központ egy előkészítés alatt álló modellprogramhoz is hozzájárulást, és ezzel 4 millió forint támogatást kért. Egy olyan programban vennének részt ősztől, amely a bűnelkövetővé válás tekintetében veszélyeztetett gyermekek szüleinek nyújt segítséget a nevelésben. Az idősellátásban is fejlesztenének, a meglévő 30 mellé 10 új vészjelző karperecet vásárolnának 1 millió forint értékben. A bizottság ezt a tervet is támogatta. Szép korút köszöntött a polgármester. Derkovicsi fejlesztési tervekről tartott sajtótájékoztatót az Éjjel Szombathely Egyesület. Szent Márton online címmel új mobil alkalmazás készítésére írt ki ötletpályázatot a város. Rövid hírekkel folytatjuk. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Puskás Tivadar polgármester Majoros Sámuelnét.
Polgár Ilona Oladon született, a helyi iskolában végezte az elemi osztályokat. A későbbiekben 3 képzésben, továbbképzésben is részt vett. Kezdetben a kórház balesetsebészetén, később a vérellátóban dolgozott. Innen is ment nyugdíjba. 1950-ben kötött házasságából 3 gyermeke született, Gábor, Ilona és Judit. 52 évi házasság után 2002-ben hunyt el férje. Gyermekeivel, unokáival szeretetteljes a kapcsolata. A Domus üzletközpont mellett tartott sajtótájékoztatót az Éjjel-Szombathely Egyesület 2 önkormányzati képviselője az ellenzék közös jelöltjével, László Győzővel. A Derkovics városrészt érintő elképzeléseik szerint a bevásárlóközpont több közösségi funkciót is elláthatna a jövőben. A többi között okmányirodának, a Vasi Víz ZRT, a Szomhúl és a Távhő irodájának is helyet adna, mondta el László Győző, az 5-ös számú önkormányzati választókerület képviselőjelöltje. Horváth Soma, a 4-es kerület képviselője hozzátette, mivel a lakótelepen sok idős él, a tervek megvalósításával az ő életüket is megkönnyítenék. Kopcsándi József, a 6-os számú választókerület képviselője azt mondta, hogy átfogó, összehangolt városfejlesztési programba kezdenek október 15-től. A politikusok hangsúlyozták, hogy az összefogásban látják a legnagyobb erőt, és további fejlesztéseket is terveznek. A várost népszerűsítő mobil alkalmazás létrehozására hirdett pályázatot az önkormányzat. A cél Szombathely látnivalóinak egyedi kreatív megjelenítése. A pályázat kiírója azt várja, hogy a legjelentősebb szellemi, tárgyi és épített örökséget, kiemelten Szent Márton szombathelyi kötődését bemutató játékos online tartalom városismereti sétára ösztönözze a látogatókat. A verseny részletes kiírása olvasható a szombathely.hu-n. A demo verzió beadási határideje október 31-e. Az első 3 helyezett pályázó nagyértékű ajándékutalványban részesül. Újabb iskolában szereltek fel ivókutat a vízszolgáltató szakemberei. A cég így ösztönzi a csapvíz fogyasztására a gyerekeket. A 100 000 forintos beruházás költségeinek jó részét adományból állták. Új ivókutat kaptak a bólyais gyerekek, a korszerű csapot az ebédlő mellé szerelték fel. Az átadón nem csak azt tudták a másodikosok, hogy a föld felszínét milyen arányban borítja a víz, hanem még a kémiai összetételét is megmondták. Hidrogén és oxigén. Az ivóvíz készlet csekély, ezért rendkívül fontos, hogy a fiatal generáció becsülje meg és spóroljon vele. Erről beszélt a polgármester az eseményen. Mi azt tudjuk az ifjúságnak nevelni, és arra nevelni az ifjúságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Ez az ivókút erre is alkalmas. De az intézmény azért is örömmel fogadta a felajánlást, mert a csapvízfogyasztás népszerűsítése eddig is alapvető céljuk volt. Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, és azt gondolom, hogy ez ma különösen egy nagyon fontos szempont. Rengeteg olyan üdítőt fogyasztanak a gyerekek, cukrozott üdítőket, amelyek nem feltétlen egészségesek, és hát egy nagy melegben vagy nyári napon érzékelhettük, hogy egy jó hűs víz milyen jól tud esni az embernek. Nem ez az első ilyen kút. A Vasi Víz ZRT a közelmúltban már több oktatási intézménybe juttatott belőle. A társaság így módon is megünnepli a megye vízi közmű szolgáltatásának 120 éves évfordulóját. Úgy döntött a menedzsment, az igazgatóság, illetve a felügybizottság, hogy indítunk egy olyan programot az iskolák számára, amelyet a Klikkel szakképzési centrummal, illetve egyéb támogatók bevonásával karöltve fogunk ivókutakat kihelyezni iskolákban. Általános középiskolákat értem ez alatt, esetleg óvodák. A beszerzés költségeit most Kondor János, a Vas megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke támogatásából állták. A szerelésről a vízszolgáltató cég gondoskodott. Úgy tervezik, hogy később a vállalkozói réteg aktívabb bevonásával még több létesítmény kap ivókutat. A gersekaráti sárvíz tavon értek véget a Vasi Vizek legjobb sporthorgásza versenysorozat idei küzdelmei. A pecások 4 órás viadalon mérték össze ügyességüket, a 3 kategóriában Szombathelyi, Rábapatyi és Körmendi siker született. Szép napsütéses idő várta a horgászokat a Sárvíztónál szeptember 2. vasárnapján. 25 hobbi horgász, 11 versenyző és 5 ifjúsági korú pecás szállt harcba a Vasi Vizeken kupáért. Már az elején látszott, hogy a nagyobb halakétvágya nem a várakozásoknak megfelelően alakul.
Hát inkább az apró halak esznek, jobbára nekem rösszárnyú, bodorka, dévér, ilyesmit sikerül zsákmányul ejteni, hosszú előkés módszerrel. Két kisponty, eddig 5 vagy 6 kárász és egy dévér. Súlybáz olyan 2,5-3 kiló között mozog. Sok múlta jól megválasztott taktikán. Volt, aki termetesebb pontyokra, kárászokra várt, mások az apró halakból igyekeztek minél többet fogni, ami meglehetősen izzasztó munkának bizonyult. Remélem ez a sok pici majd azért tud annyit súlyba, mint az egy nagy. Egyébként rakósbottal horgászom, sajnos ilyen 3-as, 4-es picbotra nem állt ki ez az apró hal. A vasi pecások körében kedvelt sárvíztóba rendszeresen telepítenek halakat a fogási esélyek növelése érdekében. Ebben az évben 2-3 hetente került a vízbe több mázsaponty, a későbbiekben pedig keszek, kárász is érkezik majd. A mai nap folyamán is látszik, hogy fogtak egy nyaros, két nyaros pontyot is, illetve fogható méretet is, de az is látszik, hogy ezt még tovább kell erősíteni, mert a minél nagyobb a horgászati igény, annál több halra van szükség a gersakaráti tóban is. Fehér halakból van egy kicsit kevesebb a korábbi évekhez képest, és az ősz folyamán tervezzük, hogy több 10 mázsa fehér hal fog kerülni a gersakaráti tóba. A viadal végeztével a mérlegelésnél kiderült, hogy ez a több mint 4 kilós ponty lett a legnagyobb hal, amit sikerült horogra csalni. A hobbi horgászok kategóriájában meg is hozta a győzelmet a Rába Patyi Steirich Dávidnak. A versenyzők között kifizetődőnek bizonyult Varga Bálint taktikája, több mint 5 kiló apró hallal sikerült győznie. Az ifiknél Kártyás Dániel lett a legjobb. A versenysorozat összesített eredményhirdetésére és a díjak átadására a hagyományoknak megfelelően decemberben kerül sor. Harmadik alkalommal rendezi meg az AVUS, az Alligátor Kupa felnőtt felkészülési vízilabda tornát. A viadalon ezúttal a rendezőklub mellett a Pécs, az Újpest és a Honvéd csapatai szerepelnek. Az előzetes tervek szerint valamikor október elején kezdődik majd az OB1-es felnőtt vízilabda bajnokság. A szövetség ugyan még nem készítette el a kiírást, ám a csapatok gőzerővel készülnek a rajtra. A szombathelyi AVUS például a hétvégén egy hazai rendezésű tornával hangol a bajnokságra. A célokról Matajsz Márk vezetőedző nyilatkozott Aréna című sportmagazinunkban. Ez egy felkészülési torna lesz, eredmény másodlagos, itt szeretnék minél több lehetőséget adni a fiataloknak. Megnézni, hogy hol is állunk jelen pillanatban, 8 hét munka után. De a cél, ahogy Bendek úr is mondta nekünk, az, hogy majd a május végén ott legyünk, ahol lennünk kell. Tehát a stabil bemaradás a cél. A harmadik Alligátor Kupán a rendező AVUS mellett a Pécs, az Újpest, valamint a Honvéd csapatai szállnak vízbe. Matajsz Márk ígérete szerint a tornán sok lehetőséget kapnak majd a szombathelyi gárda fiataljai, akik közül az U18-as válogatottal világbajnoki bronzérmet szerző Eckler Bendegúz játékát előzi meg talán a legnagyobb várakozás. Szeretném kivívni még a lehetőséget magamnak, remélem, hogy meg fogom kapni. Minél többet szeretnék játszani, bizonyítani itt a szombathelyieknek is, és a fiataloknak, főként a fiatal generációnak hát ilyen motivációt adni, hogy nem lehetetlen az, hogy egyszer majd ők is itt a felnőtt csapatban tudjanak játszani. A sorsolás alapján az AVUS pénteken délelőtt 10 órakor a Honvéd ellen játssza a torna nyitó meccsét. A vasiak a folytatásban este 7:30-kor az UVS együttesével meccselnek majd. A kétnapos viadal a szombaton 11:30-kor kezdődő AVUS-Pécs derbivel zárul. A mérkőzéseket a Fedett Uszoda új vízilabdás medencéjében rendezik. A belépés ingyenes. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!